21-27-es a következő uniós pénzügyi forrásnak a ciklusa, ennek az indítása van, és nyilvánvaló, hogy a tervezés, tervezési módszerek, illetve hogy mik azok a stratégiai célok, amit ebben az időszakban makrogazdasági szinten szeretnénk kigondolni, teljesíteni, partnereket keresni hozzá, akkor azt gondolom, hogy erről kell és érdemes és illik beszélni. Ezt a helyzetet még inkább fokozta az, hogy az elmúlt hónapokban a koronavírus egészségügyi vészhelyzet okán nyilván egy gazdasági vészhelyzet is generálódott, és hát ezen az optikán keresztül azt gondolom, hogy ha megvoltak az év elején az ez évi üzleti tervek, hogyha megvoltak az év elején mondjuk egy középtávú üzleti tervek, akkor ezt most újra kell értékelni. Tehát mindent újra kell értékelni, mert más helyzet van, mások azok a pillérek, ahova tudunk állni, ahonnan egyébként el lehet rugaszkodni a jövőt illetően. Ezért is nagyon fontos az, hogy, és ezt nagyon jó gondolatnak tartottuk, azt a partnerséget, amit a kormány egyrészt a gazdasági akcióvédelmi tervvel a gazdaság felé mutatott, de egyébként ezen túlmenően pedig, hogy az Információs és Technológiai Minisztérium pedig egy országos úgymond roadshow-ba kezdett, hogy közvetlen információkhoz jussanak a vállalkozásoktól.